Milyen eltéréseket lehet agyfeltöltéssel korrigálni? Ugye, alapvetően a lapos vagy vékony ajkakat lehet korrigálni, vagy az egyébként nem túl vékony ajkakat lehet e, szebbé tenni, vonzóbbá tenni, ha szabad ilyet mondanom, szexibbé tenni e, egy ajakfeltöltéssel. Néha egy kis aszimetriát is lehet vele korrigálni. A legnehezebb esetek egyébként a nagyon vékony ajkak. Ugye, amikor csinálja az ember az ajak akkor tudja, hogy milyen, milyen feszülést, milyen folyamatokat indít el az az ajakban, és lehet érezni, hogy mikor kezd az ajak maga feszülni. Na most a nagyon vékony ajkaknál elég gyorsan, ezért a nagyon vékony ajkaknak a feltöltését mindig több lépcsőben végezzük, gyakorlatilag expandál, tehát expandáljuk a szöveteket, tehát egy picit... El kell érni magával az anyaggal, hogy, hogy megtáguljanak a szövetek, hogy utána legyen hova tölteni majd anyagot. Úgyhogy a nagyon vékony ajkaknál kisebb, kisebb betöltésekkel, kisebb lépésekben haladunk.